Nem tudom, hogy láttátok-e, hogy rá van írva, hogy fait signe au conducteur, ami azt mondtam, ahogy már mondtam, az jelenti, hogy integetni kell a sofőrnek. Csak annyit akartam megmutatni, hogy ez a 10 jegyes. Így néz ki, bocsánat, nagyon fúj a szél. Így néz ki a 10 jegyes hát buszjegy. És ezzel akár hányan lehet menni, ahányan vagytok, ahányszor kell belerakni abba a kis gépbe, ami van a buszba. Majd megmutatom, amikor én is felszállok a buszra. Különben a sofőr valamikor olyan jegyet ad el, amelyiket bele kell rakni a gépbe, és valamikor olyat ad el, amelyiket csak így kiveszi ebből a gépjéből, és azt már nem kell belerakni a gépbe még egyszer. Szóval attól függ, hogy milyen jegyet ad, és hát vagy bele kell rakni a gépbe, vagy nem. Mi mást akartam mondani? Már nem tudom. Azt is kell tudni, hogy itt nem mennek a buszok olyan rendszeresen, mint Magyarországon. Szóval például, aki fel akar menni Vence, vagy Saint-Paul-de-Vence-ba, vagy Cannes-ba, hát annak kell valamikor bármi fél órát, vagy egy órát is a buszra. Például itt az én buszom, úgyhogy most itt megyek. És látjátok, hogy ott is van arrébb egy buszmegálló, ott nem áll meg, nem tudom, hogy látjátok-e, itt kell megállni. Bonjour! J'arrive. Haha, y'a rien qui tient. Szóval benne vagyok a buszba, és ennyi volt mára is. Sziasztok!